Zoltán Tamás vagyok, rengeteget olvasok, és rengeteget beszélek, például most is. Hello und welcome, nagyon köszönöm, hogy itt vagy ma is, nagyon örülök neked. Remélem, hogy jó telik a nyár, meg jó voltak az ünnepi könyvhét is, ugye, azoknak, akikkel találkoztam. Jó volt, mert szeretem, ha jönnek-mennek emberek. Szia, Tamás! Hello! Úgy gondoltam, hogy megnézem a könyvespolcodat. Megvan neked a Morávijától az egy asszony meg a lányom? Tényleg kinézett belőlem, hogy nincs meg nekem? Ott? Ott? Ó, igen. Jó, hát köszi, akkor én ezt most hiszem. Csak a könyvtári jegyet tessék kitölteni. Álljatok már, ezek a booktuberek nem tudják a dolgukat, meg hogy mi a menet. Mindjárt visszajövök. Na szóval, de hogy tényleg ezek a booktuberek, én nem tudom, jönnek, mennek, annyi mindent megengednek maguknak. De hogy miért pont Morávia kellett volna itt Kittinek, erről majd a végén beszélek nektek. Három mondatot, olyan fáradt vagyok, mert hogy azért hosszú volt ez a könyv hétnek nevezett ribillió. Na kezdjük az elején. Figyú, amit ti ott műveltetek, döbbent vagyok, de ugye amióta én itt csatorna lakó lettem ezen a YouTube nevű helyen, azóta ez az első úgynevezett közös könyvhetünk, mert sokat jártam én már oda, csak nem tudtátok. Most meg igen. És itt jó megkértelek titeket, hogyha ha éppen arra jártok és láttok, és van kedvetek, akkor gyertek oda. Hát ezt azért úgy jó néhányan kihasználtátok, de hogy végtelenül hálás vagyok azért a hihetetlen szeretetért, amit a Radnótiban is, meg a Korzón is, meg a Vörösmarty téren is, meg az Oktogonon is kaptam tőletek. Mindenkinek egyesével ezúton is köszönöm, hogy odajött, hogy elmondta, hogy fontos neki az, amit én itt csinálok. Egy macska odébb játszon. Hálás vagyok mindenkinek még egyszer, akivel most nem sikerült találkoznom, azzal majd valahol máshol, máskor. Például most még el nem felejtem, június 18-a, vagyis jövő hét szombat, Pécs. Az imént látott Kittivel megyünk antikvárium turnéra, többen jeleztétek már, hogy jöttök. Ma is találkoztam valakivel, aki mondta, hogy majd ő Kaposvárról képes lesz odajönni Pécsre hozzánk velünk. Köszi, köszi, gyertek, gyertek, gyertek. És már azt is tudom, hogy július 15-én, ami egy pénteki nap, akkor pedig Nyíregyházán tudunk találkozni. És nem csak én, hanem ott lesz két kollégina is, Enikő olvas, tudjátok, illetve Dóri ül mellém. Hármasban ott majd alakítunk valami pop együttest, és világslágereket írunk. Gyere, gyere, olvas, kisbabám, vagy nem, valamit meg kitalálunk. Szóval a könyvhétről is beszéljünk, mert sok minden történt, és fogy az idő, és na. Csütörtökön voltam kint először, és az annyiból volt jó, hogy szakadt az eső, de mire odaértem, már nem szakadt, viszont nagyon kevesen voltak. És ezt én szerettem. Ott sikerült beszereznem ezt, azt, amazt, ami fontos lett volna, azt nem hoztam ide. Mindegy. Van egy Napkiadó nevű kiadó, akik adtak ki olyan Kafka Margitokat, ami máshol nem volt. Az egyiknek az a címe, hogy Színek, évek, állomások, ez róla szól, a másik pedig az ő naplója, illetve a napló töredékek. És boltban én sehol sem találtam meg, fölhívtam a kiadót, hogy nem tudom megrendelni interneten, mert nem fogadja el az e-mail címeket. És akkor ott mondta a tulaj, hogy hát húzza ki a könyvhétre, és ott még olcsóban is meg lesz. Sikerült beszereznem, nagyon köszönöm, illetve ugyanebből az In Memoriam sorozatból még a Pilinszkit is gyorsan fölnyaláboltam, és elhoztam. Macska veszély van. Úgyhogy ez történt ott, meg a magvetős könyveimet elhoztam, mert másnap este lesz majd, ugye, ami már péntek este, a Radnóti Színházban ez a bizonyos magvető est, ahol 7 szerző, meg jó néhány színművész üldögél majd. Megkérdeztem ott a Vörösmarty téren, hogy és a szerzők vajon a Radnótiban dedikálnak majd?
Az egyik azt mondta, hogy nem, a másik azt mondta, hogy szerintem nem. Na most ebből talált ki. Rafinált módon elvittem magammal azt a három könyvet, ami ebből a kupacból érdekelt, és természetesen dedikáltak, úgyhogy nagyon örültem, hogy emiatt legalább nem kellett hosszú sort várnom a 40 fokos melegben a Vörösmarty téren. Na, akkor beszéljünk erről az estről. Lenyűgöző volt, ezt kell mondanom. Nagyon profi volt. Itt egy jó 2 órás műsor zajlott. Ugye 7 szerző ült a színpadon, és a Radnóti Színház művészei Bálint András, Kovács Adél, Sodró Eliza, ki volt még ott a Gazsó György, meg a Schneider Zoltán, olvastak föl részleteket ezekből a kötetekből, verseket, novellákat, regény részleteket. Pompázatos volt. Nem értem viszont, hogy amikor én pár nappal ezelőtt megnéztem, hogy vannak-e még jegyek, akkor csak egy néhány darab zöld hely látszott, vagy néhány szabad hely volt az internet szerint, azok is fönn az emeleten, ehhez képest nem voltunk olyan sokan. Lehet, hogy a jégeső ijesztette meg a közönséget, szóval varázslatos volt. Utána pedig dedikálás történt, elkaptam először is Fehér Boldizsárt, akinek a Vakmajom című kötetét én nagyon bírtam. Ő ugye egy fiatal srác, akit lehet ismerni, kabarékat ír, meg ilyen vidám jeleneteket, novellákat. És akkor most megjelent a Vadi új kötete, amelynek az a címe, hogy Nem nagy ügy. Most a dedikálásokat nem mutogatom, mert itt úgyse látszik rendesen, szerintem a kamerában. Nem. Az Instagramra föltettem őket, amikor aktuálisak voltak. Szóval Fehér Boldizsár is a Nem nagy ügy érkezett onnan velem, hozzám. Attán jött velem, nagyon vártam már, Tóth Krisztina és a Majom szeme című kötet. És Neider Zoltán felolvasott belőle egy jelenetet ott a színpadon, figyelj, sikítva röhögtünk. És természetesen ezt is dedikáltattam ott Krisztinával, a legnagyobb örömömre, nagyon helyes ez a nő, és figyelj, olyan humora van, figyelj, ott játszol egy kicsit, olyan humora van Krisztinának, és én nagyon bírtam, hogy nem volt, nem szégyenkezett, és ilyen kicsit csipkelődő politikai dolgokat is mert bemondani. Nem bántottam, most láttátok, hogy egy gumit rá, nem a macskára lőttem, mellé lőttem, mert ezekkel szeret játszani, ezek postagumik, buklányos könyveket kötik vele össze, és akkor ezt nagyon szereti hozni-vinni itt a nappaliban. Na mindegy. Szóval Tóth Krisztina és a Majom szeme, és akkor megérkezett hozzám az éppen születésnapos Szabó T. Anna Vagyok című válogatás kötete is, ebben főként ugye régebbi verseiből válogat, de vannak benne vadi újak is. És ott volt időnk egy kicsit félrevonulni és beszélgetni kettesben, figyelj, továbbra is oda vagyok Szabó T. Annáért, meg az ő személyéért, nézd meg milyen hosszan, tök mindegy, hogy mit írt bele, de nagyon személyeseket. És hát előbb-utóbb, hamarosan rádióban is ott lesz majd velem, Tóth Krisztinát is. Szeretettel várom majd oda. Szóval ennyit a magvetősökről, de amin kicsit elszomorodtam, hogy nem reklámozták sehol, hogy egyébként nem csak az imént említett 7 szerző lesz ott, hanem olyan magvetős írók is, akiknek éppen nem jelent meg könyve, de ott voltak például Závada, Dragomán, Nádasdi, a Parti Nagy. Hú, hát tudtam volna, viszek oda egy csomó könyvet, és ott mind dedikáltatom. De mivel nem vittem oda, ezért ma is mentem a Vörösmarty térre, ahol Nádasdy Ádámot elcsíptem, úgy azt hiszem, hogy a második voltam a sorban, és a Szakállas Neptunt már jó ideje szerettem volna aláíratni vele, most megtörtént. Aztán azt akartam mondani, hogy ő is nagyon kedves volt, de hát ez miért lenne olyan furi, hogy egy író kedves, amikor valaki leül mellé dedikáltatni. Aztán beszéljünk gyorsan a jaffás lányokról is. Most így lassan összeforra 2 hölgy nevedet, tessék külön kezelni őket, bár mind a ketten nagyon kedvesek. A Jaffától megkaptam szintén recenziós példányban a 2 legújabb kötetüket, Bauer Barbara és a Találkozások című kisregény sorozatból az Idegen. Barbarának ez a
Ugye ő nagy regényeket szokott írni, kis regényt most ír először, és négy részből áll majd, ennek az első része az Idegen. Azt hiszem, hogy nem függ össze a négy, tehát szólóban is lehet olvasni. Furi, hogy ilyen kis vékonyka picike Bauer Barbara, de alig várom, hogy olvassam. És ha már Jaffa, akkor azt gondolom, hogy az idei könyvhét legszebb könyvborítója díjat, ha meg kellene szavaznom, akkor Mörk Leonóra kötetének járna. Hát figyelj, ez azért rendben van. Asszonyom, édes úrnőm, egy világjárvány, egy különös lány, egy szabálytalan szerelem. Nóra regényeit én nagyon kedvelem, és azt gondolom, hogy ebben sem csalódom majd. A könyvhéten sikerült vele is találkoznom. Lehet, hogy, jó, ezt most már utólag mondom, de majd akkor utólag láttátok, hogy néha így egy-egy fotót bebe vagdosok itt, amiről éppen van fotóm. És még egy könyv van itt nálam, ez Imre Eszter, a Csillagvölgyi Patikus Felesége című kötete, amit a... ki adta ezt ki? A Napkút kiadó adta ki, és az a helyzet, hogy semmit nem tudok erről a kötetről, de a fülszöveget elolvastam, és egy izgi regénynek tűnik, ráadásul dedikálva kaptam én Gabitól, úgy gondolta, hogy ez nekem tetszeni fog, bízzunk benne, köszönöm ezúttal is Gabinak. Szóval ez a kupac érkezett hozzám a könyvhétről, mindjárt magamra borítom. Itt most a bőség zavara van, és nem tudom, hogy mivel kezdjem az olvasást. Valószínűleg a majom szeme lesz az első, amire így rá kattanok, bár Szabó T. Anna verseiből már olvasgattam útközben, és meg korábbról is ismerem, mindet akarok sorban. De ott a Radnótiban még kaptam, ez egy nagyon érdekes, egyéniges kis füzetke, aminek az a lényege, hogy egy mondat, tehát hogy egy mondatról mi jutott eszébe, és erről ilyen nagyon picikek is, hát mini novellák, vagy nem is tudom, minek nevezzem őket. Így néz ki, lehet, hogy a Radnótiban úgy lehet találni, vagy a magvetőnél, nem tudom, illetve szintén ott kaptam még. Na ezen is megdöbbentem, hogyha ezt üzletben venném meg, akkor 2490 forint lenne. Adták ingyen a könyves magazin külön száma, amelyben ezúttal ez az Eszterház is külön szám. Izgi, izgi. Van benne egy, amit elájultam, mert hogy poszter melléklet van benne, és ez nem a Bravo magazin, de ezt a posztert figyelj, ha megmutatom. Kapaszkodjál, Léci, kapaszkodjál. Hú, szemüveg nélkül. Ottlik Géza, iskola a határon. Erről készült egy poszter. Na most figyelj. Nem tudom, látod-e? Látod? Ha ennyit kell rajta látni. Ez a poszter. Ottlik Géza, iskola a határon. Művészetről nem vitatkozunk. Nem tudom, hogy melyik falra tegyem ki. Szóval ennyit így röviden erről a könyvhetes cuccról. Nagyon sok olyan szerzővel találkoztam még, akiktől most kötetet nem hoztam, mert Hágen Imivel, akitől már néhány hete megkaptam az új kötetét dedikálva. Ott volt Leslie L. Lawrence, akinek nagyon örültem. Még holnap, nem, ami az vasárnap a holnap, csak hogy tudod, hogy mikor veszem fel ezt a videót, holnap még megígértem Gévai Csillának, hogy délelőtt odaszaladok hozzá, nem tudom, hogy megtörténik, ennek most már fáradok, és a derekam azért kicsit rottyom van, mert megemeltem magam, és nem csak ezzel, de még árulkodom egy kicsit, hogy ez, amit itt a videó legelején láttátok, ezt a kis hellókát a Kittivel, ezt nem ma vettem föl, ez egy korábbi, csak gondoltam, hogy megajándékozlak titeket ezzel, mert tudom, hogy szeretitek őt is, szóval vele kicsit antikváriumoztunk. Abban a két kedvenc antikváriumunkban, ahonnan nem lehet kijönni üres kézzel, két nagy szatyornyi, úgyhogy ennyit a derekamról. De arról még beszéljünk, hogy miért kellett volna a Kittinek Moráviától az Egy asszony meg a lánya című kötet. Azért, mert itt már többen írtatok nekem a YouTube-on is, meg az Instagramon is, hogy csináljunk közös olvasást. És én ettől eddig óckodtam, mert mindent,
ami kötelező és muszáj, azt én nem ismerek. Az én szótáramban nincs muszáj. Aztán gondolkodtam, hogy figyelj, ha nektek ehhez kedvetek van, akkor hajrá! És akkor kiválasztottam speciálpont Alberto Moráviától az Egy asszony meg a lánya című kötetét. Azért ezt választottam, mert egyrészt könnyű hozzájutni. Per pillanat is 5 féle kiadás létezik. Aki nem szeretne különösebben költeni erre, az bármelyik antikváriumban, vagy ilyen könyvszekereken is meg lehet találni 300 forintokért. Aki viszont nem szeretne hazavinni más által már elolvasott könyvet, az Európa Kiadón néhány hónappal ezelőtt kiadta itt ebben a sorban, amit láttatok most, vagy látjátok fotókat, a középső piros, az Európa Kiadós. És hogy legyen erre időtök is, meg időnk is, mert én is újraolvasom, július vége a határidő, és július végén majd egy közös videóban tudunk erről beszélgetni veletek, hogy kinek milyen élményt adott ez a könyv. Nem könnyű egyébként. Olvasni könnyű, de maga a történet eléggé megrázó, viszont szépnek is tudom mondani. Ugye egy Cezária nevű asszonyról, és az ő leányáról szól, és az ő, majdnem azt mondtam, hogy kalandjukról, de hát ez nem annyira kaland, viszont drámai fordulatokban bővelkedő utazásáról és az ő személyiség változásáról szól. Nagyon szép a történet egyébként. Hol jártam? Jó, hogy július vége. Hogyha addigra már megoldható, hogy a YouTube-on legyen ez egy élő beszélgetés, ahhoz 1000 követőnek kell lenni, akkor itt oldjuk meg, ha nem, akkor majd az Instagramon lesz erről egy beszélgetés. Szóval Alberto Moravia és az Egy asszony meg a lánya, de erről majd még beszélünk, addig bővebben. Nem bír magával ez a macska fiú. Jaj! Na, szeretném, ha ti is megszólalnátok itt is. Voltatok el könyvhéten, és miért nem? Nagyon sokan voltak most ma például, és ez a tüppesztő meleg, lehet, hogy praktikusabb lenne szeptemberben tartani ezt a rendezvényt, hogy ne főjön szét az emberek agya, a másik pillanatban meg jeges eső, zúdúreánk. Szóval nagyon, nagyon tartalmas volt ez a néhány nap, mindenkinek még egyszer köszönöm, aki ott volt, és aki oda is így jött hozzám, és azoknak a szerzőknek is köszönöm, akik úgy gondolták, hogy fontos számukra találkozni az olvasókkal, és ebben a kánikulában is leültek ott egy ilyen borzalmas napernyő alá, ami ott meg lehetett fulladni. Azoknak a szerzőknek külön köszönöm, akikkel én összefutottam, és kedvesek voltak, senkiben sem kellett csalódnom, és ez jó, ennek én mindig örülök. Na. Ennyit akartam mondani, vagy akartam még valamit? Legyen most ennyi, és akkor lehet, hogy még holnap fölkerül egy újabb videó, mert föl kellene pakolnom a polcokra azokat a antikváriumos szerzeményeket, amik érkeztek. Ki írt már megint üzenetet? Enikő, na, most emlegettem Enikőt, aki olvas, ehhez képest ír. Szóval lehet, hogy holnap kaptok egy antikváriumi bookhole-t, ez is olyan, mint bookhole. Úgyhogy lehetne rókajuknak hívni, jó? Aztán elfáradt az agyam. Hagyj egy kicsit békén, köszönök minden. Jó volt veletek a könyv héten. Jövőre újra ott, addig meg itt. Szia! Hello!